Szép jó estét kívánok, köszöntöm minden kedves nézőnket. Ma este a héten nagy sikert aratott, közönség sikert aratott a Grecsó testvérek koncertje, előadása, beszélgetése, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Nagyon izgalmas volt, erről láthatnak egy keresztmetszetet, illetve a Palmetta zenekar 5. tavasz köszöntő akusztikus koncertjét harangozzuk be. Tartsanak hát velünk ma este is. Masz kiállítás nyílt Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A tárlat a különböző kultúrákban elterjedt állarcok másolatát, illetve egyedi tervezési maszkokat mutat be. Aki érdeklődik az állarcok misztikus világa iránt, annak mindenképpen érdemes ellátogatni a Csaba Gyöngye Hungarikum klubjába. A tárlat március 16-áig tekinthető meg. Igyekeztünk nem csak a megszokott farsangi időszakban használatos maszkokat bemutatni, hanem egy kicsit távolabbi országokba is szeretnénk elrepíteni őket, ugye például Afrikába, amik mögöttem láthatók afrikai maszkok, és egy kicsit ismerkedjenek azzal, hogy szép dolog otthon nekiülni és ilyen maszkokat elkészíteni, akár reprodukciókat készíteni. A Hétköznapi Emlékezet című kiállítás Békés Csabán az Andrássy úti társaskör épületében november 30-a óta tekinthető meg. A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel és a kommunista diktatúra áldozatainak február 25-i emléknapja tiszteletére döntöttek a kiállítás meghosszabbítása mellett, így február 28-áig látható a gyűjtemény. A kiállítás a Sinkovics Imre pályázatnak köszönhetően kelhetett életre, ezek mellett felajánlásokból származó tárgyak színesítették a kiállítás atmoszféráját. Szerencsés helyzetben voltunk, mert a Sinkovics Imre pályázaton sikerült támogatást nyerni a kiállítás megvalósításához, kivitelezéséhez. Tehát az apropója az 56-os emlékév volt. A másik apropója pedig ez az épület, az Andrássy út 38 számú épület 110 éves legalább, a mi számításaink, tudomásunk szerint. És ez az épület is adta az apropóját annak, hogy egy kiállítást szervezzünk a pincéjében, padlásán. Szeretjük a békéscsabai régi épületeket, és nagyon kevesen jutnak be ezeknek az épületeknek a rejtett zugaiba. A Grecsó testvérek egy Csongrád megyei kis faluban, Szegváron születtek. Ez azért is fontos, hiszen Grecsó Krisztián írásaiban jellemzően visszaköszönnek a falusi élet szépségei, és persze a nehézségei is. A közös esten különböző történeteket ismerhettek meg a nézők, többek között Békés Csabán történteket is, hiszen Grecsó Krisztián itt járt főiskolára. Az előadás előtt az író arról beszélt, hogy nem egy begyakorolt és újrajátszott darabot adnak elő, hanem minden fellépés egy új alkotás. Öcsémnek van egy improvizációs táncszínháza, az a neve, hogy Villany Leo, ez Budapesten működik 7 éve, hogy éppen az energiája, a legfőbb energiái, hogy ő tud valami olyat, ami ott születik meg a színpadon, ami akkor egyedi, megismételhetetlen, hogy miért nem a rögzített koreográfiák helyett, miért nem próbálunk kitalálni egy olyan estet, ahol én mesélek, megfelolvasok, és arra jazzzenészek, meg ő válaszolnak. Mindig cserélgetem a szövegeket, ők pedig mindig újabb és újabb válaszokat, improvizatív válaszokat adnak. Természetesen most sok csabai szöveget hoztam, olyat, ami itt született, vagy itt játszódik, vagy valamilyen módon kötődik a városhoz,
és erre fognak a zenészek reagálni, meg a táncos reagálni, tehát minden este a maga módján egy új alkotás, tehát mind a zenészek, mind a táncos úgy alkotó társaink, meg úgy működik az egész, hogy az improvizáció az tulajdonképpen egy alkotási folyamat maga, és ezt a néző láthatja, átélheti, érezheti, ahogy a táncos meg a zenész engem kigúnyolnak, idézőjelbe tesznek, tehát valamilyen módon válaszolnak a szövegre. Az est az Alkotótársak sorozat keretein belül valósult meg, melyet az Irodalom és Képzőművészet Karöltve című előadássorozat utódjaként hoztak létre. Egy író és egy más művészeti ághoz tartozó alkotóművész társa szerepel együtt, akik konkrét együtt hoznak létre valamilyen műalkotást, és hát ebből a sorozatból már volt néhány emlékezetes estünk, például a Banner Házas párnak a bemutatkozása, vagy Zalán Tibor és Bindel Károly jazz zongorista együttes estje, vagy legutóbb decemberben Fekete Vince Kézdi Vásárhelyen élő költő és egy erdélyi zenekar együtt adták elő Fekete Vince verseit, illetve Szilágyi Domokos verseit, ez nagyon nagy sikert aratott emlékezetes est volt, és hát ez a mai est is különleges lesz, mert ugye itt mindig attól függ, hogy milyen szereplők jelennek meg a színpadon, minden este más, ez este egy összművészeti estnek nevezhető, hiszen a szó Grecsó Krisztián irodalmi szövegei és a testvére Grecsó Zoltán tánc mozdulatai, táncművészete és hozzá zene társul, tehát három művészeti ág találkozik a mai estén. Ez így is történt, hiszen három művészeti ág találkozott az estén. Grecsó Krisztián szövegei, Grecsó Zoltán balettművész táncmozdulatai, Döbrösi Laura énekművész előadása és Kertész Endre csellista játéka különleges élményt adott az ide látogató művészet kedvelőknek. Hiszik, hanem kedves nézőink, már 5. alkalommal rendezik meg a tavasz köszöntő nagy akusztikus koncertet a Palmetta zenekar szervezésében. Stúdiumban köszöntöm Kima Norbertet, a Palmetta zenekar vezetőjét és dobosát is egyben. Szervusz Norbi, üdvözöllek! Sziasztok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget ismét. És hát tényleg 5. alkalom, ez most már azért egy ilyen kőbe vésett időpont, ez a tavasz köszöntés március 11-én lesz, el is árulhatom, ezt tényleg most már reméljük, hogy az igazi tavaszt hozod, mert most, ahogy beszélgetünk, már azért vannak jelei, hogy vége lesz a télnek lassacskán. Igen, most abszolút tapasztalhatjuk azt, hogy volt telünk is az idén, tehát legalább érezhettünk a télből is valamit, és így ez az akusztikus koncert, a tavasz köszöntés így teljesen aktuális is tud válni 11-én márciusban, ugye, mert most már tényleg érezhetünk valami tavasz előjeleit. És igen, ahogy mondod, ez már az 5. alkalom, és ez már mondhatjuk, hogy egy ilyen rendhagyó és hagyománnyá vált most már a Palmetta zenekar életében, hogy itthon nyitjuk meg a szezont, általában ez szokott minden évben a szezonnyitó koncertünk lenni, és utána innen ettől a koncerttől fogva elindul a Palmetta zenekar koncert éve tulajdonképpen, és ez azért most már elmondhatjuk, hogy egy bejáratott koncertünk, eddig mindig teltházzal mentünk, reméljük, hogy az idén se lesz másképp, úgyhogy nagy szeretettel várjuk természetesen az idén is a érdeklődőket és a rajongóinkat. Palmetta zenekar, mióta beszélhetünk róla? Azért egy icipicit mindig vannak olyan nézők, akiknél föl kell frissíteni, vagy nem az a korosztály, aki ezt figyelemmel kíséri. Egy pár szóban a Palmetta zenekarról. Mikorra tekint vissza, amikortól azt mondhatjuk, hogy ez az irányzat, amit most visztek, ami kialakult, vagy nagyjából kialakult? Igen. Tulajdonképpen 2008 májusában alakult meg a zenekar, tehát most már azért 9 éve lesz ez az idén májusban. Ez már most mondhatjuk, hogy azért ez egy elég komoly idő, és azért meg főleg mondhatjuk, hogy komoly idő, mert nagyon aktív 9 évet tudhat maga mögött a zenekar, mert 5 sorlemezünk jelent meg, illetve egy koncert DVD-nk, és több 100 koncert van a hátunk mögött, belföldi, külföldi koncertek egyaránt,
Igazából nekem az előző zenekarom is nagyon aktív életet élt 22 évig, tehát ezt a... Azért a 22 év, ahogy mondod, ahhoz azért fiatal vagy. Hány évesen kezdted? Akkor szabad férfitől ilyet kérdezni. Persze, én 15 évesen álltam színpadra először a saját zenekarommal, úgyhogy elég elhivatott vagyok ezen a téren, és a Palmettára teljesen át tükröztem ezt az aktivitást, és nyilván azért ez a zenekarnak a dolgain látszik is, hogy nem egy amatőr zenekarról beszélünk, hála Jóistennek, illetve azt is láthatjuk azért, hogy egy országosan ismert név lett ma már a Palmetta, és most már hál' Istennek azt is elértük, hogy az idén először nyugat-európai turnénk is lesz Németországban, illetve más nyugati országokból is van komoly érdeklődés a zenekar felé. Mert igazándiból akkor ez a magyar népdalokat feldolgozó rokkos, menjek bele, hogy kicsit metálos hangzás is, vagy mennyire maradhatunk ennél egy metálos fiúnak a lelke, hogyan változott, azt követhetjük nyomon a te együttesednél, hiszen család, feleség, kisgyermek finomított, vagy ez egy két külön rész egy férfiban akár benned, hogy tehát azért maradt a kemény metál is, tehát el tudsz odáig is menni. Igen, most nagyon nagy változások történtek egyébként így az én életemben is, illetve a zenekarnál is, mert azért elindultunk valahonnan, kerestük az utunkat a Palmettával is természetesen. Mára azt gondolom, hogy abszolút megtaláltuk, hogy mit szeretnénk csinálni és mit képviselünk, és azt is azért itt elárulhatom, hogy végül is mi egy új műfajt is teremtettünk valahol azért Magyarországon, mert ebbe a formába így senki nem, ebbe a felfogásban nem dolgozták fel még a népdalokat, ahogy mi a Palmetta felfogás, én ezt szoktam mondani, ahogy ezt mi csináljuk. És hagyományőrző népi metal zenekarként indultunk 2008-ban, de azóta ugye, aki már tudja, és aki nem annak, természetesen annak mondom főleg, hogy azóta már van egy akusztikus produkció a zenekarnak, illetve most már 3 éve működik egy interaktív népi gyermekműsorunk is, ami akusztikus hangszerelésű, és megmaradt természetesen a keményebb vonal is a zenekarnál, amivel indultunk, ez a rockos, metálos vonal. Tehát tulajdonképpen most már egy név alatt 3 teljesen különböző stílusú és hangulatú produkciót tudunk előadni bárhol. Ezt gondolom, hogy közönségfüggő, tehát hogyha meghirdetitek, hogy a nagy koncert és az elektromos hangszerek, tehát elektronikus hangszerekkel megspékelve, akkor az a keményebb változat, és a kisebb klub jellegűbb, családiasabb, akkor ez a rokkosabb, illetve amit mondasz, hogy a gyerekműsorotok, ami a gyerekekhez közel viszi az ő általuk ismert dalokat, de mégis ilyen mai hangzásúvá van hangszerelve? Igen, igen, teljesen így van, és a gyermekműsor most egy nagyon jó példa erre, mert novemberben látott napvilágot az első gyermeklemezünk az esztendőre vagy kettőre, és már most olyannyira sikeres ez a lemez, hogy ma holnap aranylemez lesz, hála Jóistennek, és ez is nagy szó már a mai letöltős internetes világban, hogy még ennyi több ezer ember még hajlandó volt megvásárolni pár hónap leforgása alatt ezt a lemezt, és ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki vásárolt ebből a lemezből. Illetve bekapcsolódott mögénk egy nagyon komoly könyvkiadó is Magyarországon, aki viszont az összes magyar és erdélyi óvoda hálózatba leterítette a lemezeinket. Tehát ez azt jelenti, hogy 2500 óvodába jelentünk meg ezzel a lemezzel. Azért ez egy nagyon nagy segítség, és még annyit elárulhatok itt gyorsan, hogy az idén fogja követni ezt a gyermeklemezünket egy mesekönyv is erre a sémára, teljesen úgy fog kinézni a lemez. Zenés hangos mesekönyv? Igen, zenés hangos mesekönyv, pontosan, tehát a gyermeklemez lesz a zenei melléklet, és belül pedig ugye a mesék, illetve a dalszövegek, amiket a lemezen feldolgoztunk, kottákkal, grafikákkal, mesefigurákkal, egy nagyon szép kis könyvecske lesz, és ez szeptemberre fog megjelenni ez a lemezhez. Tehát csak azért éreztetem, hogy nagyon komolyan vesszük a gyermekprodukciót is, mert látjuk azt, hogy nagyon nagy igény van rá, és a gyermekprodukcióra pont ugyanúgy érvényes az, amit a nagyra elmondtam az előbb, hogy ebben a felfogásban nincs Magyarországon például ilyen gyermekprodukció sem.
Uh-huh. Nagyon sokféle gyermekzenekar van, gyermekprodukció, csak ebben a Palmetta felfogásban eleve népi nagyon nincs most per pillanat, csak egy-két régi talán, akik még megvannak, de mi meg úgy gondoltuk, hogy pontosan ezt a mi régi, igazi magyar hagyományainkat a gyerekeknek azért odaadni ebben a formában, szerintem ez egy nagyon jó dolog, és a koncertek azt igazolják vissza folyamatosan, hogy nagyon élik a gyerekek, és hál' Istennek teltházzal mennek a gyermekkoncertek is. Ebbe a szóba bele is kapaszkodik, mondtad, hogy népi. Népi, népies, ugye ezen van vita. Nektek kisegít abban, hogy azért megtaláljátok azt az arany középutat, hogy azért a minőség is ott legyen, és tehát az eredeti mondani valóját ne vesz el az a népdalocska, vagy bármi, amit a gyerekek elé tálaltok. Igen, mi erre mindig nagy hangsúlyt fektettünk, és pontosan azért neveztük el ezt a műfajt hagyományőrző népi metál, vagy népi rock, vagy egyáltalán népi palmettának, mert nekünk ez nagyon fontos volt, hogy a népdalaink hagyományában és nyelvezetében megmaradjanak a régi kiejtésükben és hagyományukban. És mivel ugye János Hajnalka volt a zenekarnak egy ilyen platináns személyisége, aki ugye népi ének tanár, néptánc tanár Békés Csabán, a Bartók Béla Zeneművészeti Iskolában. Tehát pont vele ültünk mindig komolyan össze a próbaterembe, hogy akkor levázoljuk egyáltalán, hogy milyen dalokhoz fogunk hozzányúlni, egyáltalán mit tudunk megcsinálni palmetta felfogásba, hogy az a dal ne sérüljön, igen, hogy mi engedi ezt meg. Mert igen, tényleg voltak egyébként olyan népdalok, amiket a mi felfogásunk nem lehetett megzenésíteni. És úgy gondoltuk, hogy akkor félre kell tenni, ne bántsuk. És ez nekünk nagyon fontos volt, és a Hajni volt tényleg az a személy, mert szakmailag ő volt a zenekarban olyan képzettséggel a népi dolgok iránt, ugye, aki ezt tudta koordinálni, és ő koordinálta ezt mindig egyébként. És akkor most ebbe is belekapaszkodik, mondod, hogy volt. Akkor mit tudhatunk Hajniról? Igen, úgy mondtam, hogy volt, de van is, Hajni most is van. Csak most már a közönségünk a színpadon nem fog vele találkozni, mert most megbeszéltük januárban pont a gyűlésünkön. Visszavonulót fújt? Hogy igen, igen, tehát egy kicsit visszavonul elfoglalt a színpadtól, legalábbis palmettailag, mert ő is nagyon elfoglalt, illetve egy kicsit el is fáradta, hogy elmondta, de egyébként teljesen érthető, sok éjszakázás, sok utazás. És rengeteg tehát, tehetséges gyereket készít fel a zeneiskolában is. Igen, igen, igen. Tehát Hajninak rengeteg más lába van ebben a műfajban, amit visz, és nem csodálkozom, ha néha úgy gondolja, hogy valami sok, és most a Palmettánál megegyeztünk abban, hogy itt marad a zenekarba, mint segítő, illetve az egyesületünkben is benne maradt tagként, tehát teljesen aktívan fog dolgozni. Most annyi, hogy a színpadon nem fog most a közönségvel találkozni. Hanem akkor kikkel találkozhatunk, akkor beszéljünk a március 11-i koncertről, mennyire lesz hasonlatos, a közönség mit várhat, mennyire lesz meglepetés, újdonság. Igen, a tavaszköszöntő koncertünkre mindig az a jellemző, hogy mivel hazai pályán van Békésen, ugye, mindig megpróbálunk minden évbe valami újat is belevinni, pont azért, hogy otthon azért ezt az ember mindig könnyebben leszervezi, mert hogyha több művészre van szükség, tehát ugye itt ez könnyen megoldani, mint mondjuk ezt megturnéztatni az országba annyi embert, holott így se vagyunk kevesen, alapból a zenekar. És most az idején úgy döntöttünk, hogy még az énekfront volt mindig az, ami nem volt megvendégesítve, ha ilyen csúnya szóval mondhatom ezen a koncerten, és meddig voltak hangszereseink, minden évben vendégek csatlakoztak hozzánk, dobosok, népzenészek, plusz táncosok, tehát mind gyerekek léptek fel velünk. Tehát eddig azért úgy mindig megtaláltuk ezeket a jó dolgokat, amitől színesebb és sokkal változatosabb lett a Palmettának a koncertje, és az idén pedig ez az énekeseknél fog megmutatkozni, hogy vendégeink lesznek. Az első vendégünk Herceg Flóra lesz Egerből. Őt nagyon-nagyon sokan ismerhetik, mert régen ő nagy tévéműsorokban szerepelt, és onnan ismerhetik az emberek egyébként a Flórát. Ő egy külön produkciót fog a miénken belül előadni, illetve velünk is fog közösen énekelni, zenélni. Illetve a Takács Éva lesz a másik vendégünk, ő Szegedről érkezik. Ő is egy nagyon-nagyon tehetséges, nagyon komoly népdalénekes lány, illetve népi ének tanár egyébként Szeged mellett egy falu, most eszembe se jut hirtelen, de egy zeneiskolában énektanár. És
az Éva úgy néz ki eddig, és remélem, hogy ez így is lesz, az Éva fog maradni egyébként a zenekarban, mint énekes, illetve a Szebeni Szilvi, ő ugye a Palotánk a régi énekese, vele fognak együtt színpadra állni. Tehát most még azért annyit el kell árulnunk, hogy a három énekes nőből most kettőre fog szűkülni, mert a Klapka Ágival is most elváltak útjaink, és így a Szebeni Szilvi, illetve a Takács Éva fog minden bizonnyal kettesben megmaradni a Palmetta zenekarnak a frontjában. Hangszerileg tudtok-e bővülni, kell-e bővülni egyáltalán? Tehát, hogy akusztikus, mi az, amit be tudtok emelni újdonságként, vagy kedvelt hangszer? Hát a Palmettánál ugye ez is egy komoly kérdés volt mindig, mert ugye a Palmetta zenekar az pontosan úgy alakult meg, hogy népi hangszereket szándékosan nem tettünk egyébként a zenekarban, mert pont ettől lett egyedi ez a zenekar, hogy mi inkább a népdalokat hagytuk hagyományába, illetve rátettük a néptáncot magára a zenére, és pont ettől lettünk egyedibbek talán, mondhatom így. És most sem áll szándékunkban egyébként a hangszerparkot úgymond bővíteni. Viszont mondom, alkalmanként, mikor vendégek vannak, akkor ez azért előfordulhat, mert volt rá példa. Illetve a gyerekműsorunknál, aki látta eleinte, az láthatta, hogy citera volt benne. Az nálunk egy ilyen nagyon nagy szó volt, hogy már egy citera bekerült a zenekarba. De értem, viszont értem. A gyerekműsor ez megkívánta, illetve el is fér benne abszolút, hogy legyen egy citera. És valószínű, mivel az Éva a citera szakon is végzett, hogy ezt vissza tudjuk ugyanúgy megint, de csak a gyerek műsorban, én úgy gondolom most így hirtelen. Tehát ehhez ragaszkodtok, mert ettől Palmetta a Palmetta. Ettől, így van, így pontosan. Van. Hogy képzeljük el a koncert felépítését? Ugye mondtad ezt a háromféle dolgot, úgyhogy ha akusztikus, akkor úgy gondolom, hogy egy kicsit akkor csendesebb valamivel. A gyerek koncertből mennyire lesz benne, tehát mennyire lesz családi koncert? A tavasz köszöntő nagy koncertünk, ez mindig családi. Én mindig ezt úgy ajánlom, hogy 0-100 éves korig hallgatható és fogyasztható. Nem, már édesanyja pocakjába jöhet a gyermek, ugye Kodály Éve, itt a plakáton is látszik, ugye? Igen. És mivel ez akusztikus koncert, tehát itt nem lesznek rock elemek, ez abszolút egy halkabb, ha mondhatom így, illetve egy sokkal exkluzívabb műsor, mert itt úgy válogatjuk direkt össze a dalokat, hogy ide belekerülhetnek líraibb, lassabb dalok, tényleg olyan vegyes a repertoár ezen a koncerten, hogy a pörgős daloktól a leglassabb dalokig, ami azért a könnyeket is előcsalhatja az emberek szeméből, és elő is szoktuk, azért ilyen lélekfelemelő dalok vannak a repertoárban, és talán ez a koncert az egész évben, ahol a legeslegjobban összetudjuk ezt azért úgy rakni, mivel ugye ez a mi esténk és ez a Palmettáról szól, hogy ahogy tényleg mi szeretnénk, és abban az időbe bele tudjuk rakni, mondjuk egy 2 óra hossza szokott lenni általában ez a koncert, és ebbe tényleg azért nagyon-nagyon sok minden belefér, és nagyon-nagyon sok mindent elő lehet adni ebbe a 2 órában. Egyesületet említetted, mi újság van az egyesülettel? Tudom, hogy tavaly a nyári programokat is szerveztétek, most mi az, amibe gondolkoztok? Igen, a Palmetta a Magyar Népi Kultúráért Egyesületet hoztuk létre tavaly januárban, alapítottuk meg, és utána egy pár hónap hercehurca után be is lettünk hivatalosan jegyezve, de hát ugye ez egy hosszabb tortúra azért egy ilyen egyesületet végigvinni. Most már teljesen hivatalosan működünk, természetesen már egy jó ideje, és most már az összes rendezvényünknél látható az, ami a tavaszköszöntő plakátján is, hogy a Palmetta a Magyar Népi Kultúráért szervezésében. Tehát most már minden koncertünk így történik, illetve az egyesületet azért hívtuk életre, mert a Palmetta zenekar, amit egy zenekar átölelhet, az inkább a zene és a zene köré épült dolgok. De viszont az egyesületen belül nagyon sok minden más is belefér, előadásoktól kezdve mindenféle olyan programok, amik a magyar hagyományőrzést, illetve a magyar kultúrának ezen szegmensét öleli fel, de mégis a zenekarnak a tevékenységén belül ezt nem tudjuk előadni, és ezért volt szükség arra, ha már így kibővítettük a dolgainkat, hogy legyen egy egyesületünk, és így nagyon sok minden még, ami bennünk van, azt még oda tudjuk adni az embereknek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugye a zenekarnak tudni kell a határait, ott nem lehet tovább lépni, mert az a zenekar, az egyesületen belül viszont ugye nagyon-nagyon sok minden meg lehet valósítani, amit mi még úgy gondoltunk, hogy,
hogy ezt még mi szeretnénk, hogyha odaadhatnánk, és az egyesülettel már most el is indítottunk egy klubot is, például Békésen, minden hónapban van egy előadásunk, most volt az első február 15-én, március 22-én lesz a második, ez pedig az egészséggel kapcsolatos előadások, tehát természetesen az egészség felé, ez a címe a klubunknak, és itt pedig a régi ős magyar gyógymódokat, illetve a táplálkozásnak azokat a dolgait meséljük és mondjuk el természetesen, ahogy mi élünk, és amik nekem is annó a régi betegségem után. Mert engem, akkor van saját tapasztalatod. Igen, abszolút a saját tapasztalatunk alapján mondjuk el, és mivel tanítványai vagyunk az Andrásnak, itt természetesen ezeket a dolgokat. Ki ő pontosan? Kovács Magyar Andrásnak vagyunk a tanítványai, és természetesen ezeket a dolgokat adjuk elő, hogy lehetne azért nagyon könnyen az embereknek az életét velősen és nagyon komolyan megváltoztatni jó irányba. Akit ez érdekel, akkor erre a programra március 22-én mehet, de akkor ugye a koncert március 11-én lesz a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban Békésen. A nyárra, hogyha egy kicsit előre tekintünk, most hogy a tavalyi nyarat megnézzük, ugye nagyon esős, viharos nyár volt, szerveztétek a nyári tábort, mennyire ment el a kedvetek, vagy jött meg a kedvetek ennek ellenére, koncertek mennyire vannak lefixálva, mennyire van tele a naptár? Hát nem lesz egy unalmas évünk, azt megint elmondhatom, de én nagyon ezt szeretem, én nagyon pörgős ember vagyok, és nagyon aktív, és pontosan úgy gondolom, szereted, hogy... Szereted, ha teli a naptár, és nagyon nincsenek lukak? Nagyon szeretem, és akkor előveszem, és látom, hogy azt se tudom, hogy merre szaladjak, nekem ez az életem. Kell. Tehát valahogy én ezt szeretem, és igazából most már a koncertek is megindultak szépen, tehát van leszervezett koncertünk is, most közel 20 darab már eddig, de viszont még nagyon sok dátumunk nincs a helyére rakva, úgyhogy úgy gondolom, hogy szerintem egy elég szép koncertszám lesz az idén is, még nem tudjuk nyilván ilyenkor így februárban, hogy mi a vége decemberig, de azért azt látom, hogy nem lesz kevés koncert, és ahogy mondtam is már, ebben most már van egy német turné is az idén, meg még Svájcba is szerveződik valami, amit össze szeretnének a német utunkkal kötni, de az még ott egy kicsit most bizonytalan, illetve Magyarországon nagyon sok hazai koncertünk lesz, illetve Felvidékre is el fogunk látogatni ismét az idén, sőt most kétszer is, két különböző fesztiválra, illetve Erdélybe is, tehát a környező országokat, azokat ugyanúgy fogjuk járni, ahogy eddig is. És akkor ez a külföldi turné, ez kinti magyarok? Hogy néz ez ki, hogy képzeljük el? Az ő meghívásuk, ők kerestek titeket? Igen, ez kinti magyar egyesületek. Uh-huh. Tehát még ez is ugye összevág, hogy nekünk is pont van most már egyesületünk, tehát így is össze tudunk kinti egyesületekkel dolgozni. Ez 12 magyar egyesület tömörödése, vagy hát ilyen összetartozása, kinti magyarokból áll természetesen, és ugye a kinti magyaroknak, mivel kint élnek sok éve, nekik ugye nagyon-nagyon hiányzik azért a hazájuk, illetve az itteni kultúra, és azért ott nagyon úgy mondom, hogy ki vannak éhezve azért erre a magyar zenére, mert azért ott nem sok ilyen rendezvény van. Merre és mentek? Ő maguknak Tuttlingenbe fogunk menni. Ez innen jó messze van tőlünk, ez ilyen 1300-400 kilométer, a francia határ körül már. Jó messzire elmentek. Igen, ez így egy messzebb lévő dolog lesz, és lesz gyerekműsorunk is, ott lesz rockműsorunk is, tehát egy ilyen dupla koncert lesz ott azon a rendezvényen, és még emellé szerveződne egy svájci dolog, ami még most képlékeny egyenlőre, lehet, hogy abból most pont nem is lesz még semmi akár, de már ez a Németország, ez biztos. Határon túl? Határon túl, igen, szokás szerint fogunk idén is Felvidékre érkezni, most két alkalommal, két különböző időpontban, két különböző rendezvényre, egyik júniusban, illetve augusztusban, másik, illetve Erdélyben is el fogunk ismét látogatni, úgyhogy ezek a környező országok, ezek az idén is ugyanúgy fognak működni, ahogy már az elmúlt években is voltak. Nyári tábor, akkor a kérdésem második félétek újra felteszem, hogy számítsunk rá, hogy milyen volt a tapasztalat tavaly ebben az esős, viharos nyárral. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt egyébként, mert a mi kikerült? Igen, és a mi hétvégénk az úgy állt tavaly, hogy július 8-9, azt hiszem az volt a dátumunk, és pont az az időjárás volt, amikor nem volt nagy meleg se, nem volt hideg se, nem volt eső se, hanem az a 25-28 fokos
Az önmérséklet, tehát szerintem egy ilyen rendezvényre a legaktuálisabb időt fogtuk ki. Nagyon-nagyon örültünk neki. Egyébként nagyon jó tapasztalatokat szedtünk össze ebben a rendezvényben, mert nagyon sokrétű volt a rendezvény. Tehát kis színpad, nagy színpad, előadások, gyerekfoglalkozások, kézműves, stb. Jurták, gyógyító jurta, tehát mindenünk volt. Este pedig ugye a nagy színpadon természetesen a koncertek, a zenei rendezvények, amit mondhatom, hogy egy ilyen rendezvénynek szerintem a fő vonala azért, hogy este ott vannak a nagy koncertek, az mindig sok ember tud azért vonzani nyilván. És így első alkalommal elmondhatom, hogy egyébként teljesen sikeresen, sikeresnek tudhatjuk be a rendezvényt, és ezért folytatjuk is az idén. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor idén megy tovább. Megy tovább, és az idén is júli 8-9 lesz, ugyanaz a dátum, de most azért ugyanaz, mert tavaly ugye péntek-szombat volt, most pedig szombat-vasárnapra fog esni, tehát ugyanúgy az maradt a dátum, ugye a naptolódással, tehát július 8-9, és minden olyan program, amit tavaly vittünk, az az idén is lesz. Az idén annyiba lesz másképp az az egész, hogy a napközbeni programokat ingyenessé tesszük, ingyenes, hogy még több ember látogathasson el, vagy látogasson el, illetve csak este lesz koncertbelépő. Igen, és ott pedig az idén lesz már egy nagy vendégünk is, az Oszcián zenekar, akivel közösen fogunk fellépni, meg még lesz másik produkció is, ami még most van szervezés alatt. De úgyis jössz még azért előtte hozzánk. Bízom benne, hogy van, mert a meghívás akkor él, várunk vissza. Mielőtt elbúcsúzunk, és hoztál egy meglepetést, egy új videóklipet, de mielőtt arról egy pár szót váltanánk, van egy másik meglepetésed, amit hoztál a nézőknek, egy családi belépőt sorsolunk ki annak. Mi lesz a kérdés? Mit kell megválaszolni? Igen, azt kellene megválaszolni, a kedves nézőknek, hogy hanyadik alkalommal rendezzük meg a Palmetta tavaszköszönte akusztikus nagykoncertjét. Tehát csak egyetlen egy számot várunk, egy e-mail címmel, mondom már is, hogy hová, az info@csabatv.hu e-mail címre várjuk, hogy hanyadik, abszolút elég egy szám, római szám, arab szám, teljesen mindegy, és sorsolni fognak kollégáim, és akkor az a szerencsés beküldő egy családi jegyet nyerhet akkor a március 11-i koncertre. Akkor ezután az információ után a videoklip, egy teljesen vadonatújat hoztál. Igen, hoztam egy vadonatúj videoklipet, ez egy hónapja készült el. Egyébként valahol ez egy régi adóságunk, ha mondhatom, hogy adóság, hát ezt mi így könyveltük le magunkba, de ez még az akusztikus lemezünkhöz volt terben, hogy leforgatjuk ezt a videoklipet, ami még ugye 2013-ban jelent meg az Örökség című album, ami egy teljesen akusztikus lemez volt, és ez most készült el. Hát egy kicsit ezzel elcsúszkáltunk, de viszont én úgy vagyok vele, hogy legalább profi lett, nagyon színvonalos lett, és rendben van, így van, amiért mi szerettünk volna, és ez most egy hónapja készült el, és ezt most itt nálatok is lefogjuk, vagy ide fogjuk adni, hogy a nézők meg tudják nézni. És ez egy teljesen akusztikus videóklip, nagyon szép táncokkal, nagyon szép ruhákkal, nagyon szép, és nagyon jó hangulatom, mert egyébként egy pörgős dal, Édesanyám a kendőm című népdalnak a Palmetta felfogásban való feldolgozása, úgyhogy ezt ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, akkor én most itt ragadnám meg az alkalmat, hogy akkor a nézőktől el is búcsúzzak, megköszönöm ma esti figyelmüket, Norbi, neked is köszönöm, hogy eljöttél ma hozzánk, és akkor egy hét múlva természetesen várom vissza önöket friss hírekkel, beszélgetéssel ide a Kultúrmixbe, viszontlátásra.